Itt éppen egy újságot darál le, de valójában dohányvágására szolgál ez a gép. Nemrég még az a bűnbanda használta, amelynek tagjai egy hazai regisztrált dohánytermelőtől illegálisan szerezték be az alapanyagot. Ezt a saját gépeiken dolgozták fel, majd az így előállított fogyasztási dohányt áfa és jövedéki adó fizetése nélkül adták tovább, közel 330 millió forinttal megkárosítva ezzel a költségvetést. Az elmúlt napokban csaptak le rájuk a navosok. A hálózat felszámolására szervezett akcióban a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Kalföldi Bűnügyi nyomozói egyszerre több helyszínen tartottak kutatásokat. Ennek során megtalálták a dohányvágó, illetve dohányrázógépeket, valamint ezek működéséhez szükséges hengereket és fésüket is. Az okozott kár enyhítése érdekében nyomozó kollégáim több ingatlant zároltak, valamint magától a regisztrált dohánytermelőtől több mezőgazdasági, termelő eszközt, gépeket is lefoglaltak. Vezető száron viszik a banda egyik tagját a bűnügyi igazgatóság nyíregyházi épületébe. A nyomozók összesen hét személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat köztük a regisztrádóhány termelőt le is tartóztattak. Ügyükben bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoznak, ha bűnösnek találják őket, akár tíz év szabadságvesztést és több százmilliós jövedéki bírságot is kaphatnak. A autó halad ezen az ültetvényen, mivel megyénk és a szomszédos hajdúbihar a hazai dohánytermesztés bázisa többen is trükköznek itt a növényel, illetve a belőle készült termékekkel. A tapasztalatok szerint a hazai termőterületekről egyre nagyobb mennyiségű dohány landol a hazai fekete piacon. Ez a trend jól látszik a már felderített bűncselekmények elkövetési módjaiból, illetve erre utal a regisztrált dohánytermelők legális értékesítésének csökkenő volumene is. Nem véletlen tehát, hogy a NAF célkeresztjébe kerültek az országban megtermelt dohányjal kapcsolatos visszaélések.